A keresztény hitért mártírhalált halt Szent Lúciára emlékezünk december 13-án. A történet szerint a lány elkísérte beteg édesanyját Szent Ágot a sírjához, hogy gyógyulást kérjen. Imái meghallgatásra leltek, édesanyja meggyógyult, az álmában megjelenő Ágota pedig felajánlotta neki a keresztséget. A lány ettől a naptól Jézus jegyesének vallotta magát, elhagyott vőlegénye viszont ebbe a döntésbe nem tudott belenyugodni. Feljelentette a lányt, akinek ártatlanságát bordélyházban akarták megszégyeníteni a fejedelem parancsa szerint. Ez azonban nem sikerült, ahogy az sem, hogy olajjal és szurokkal öntsék le és égessék el a lányt. Végül rablók vágták el Lúcia torkát, aki csak az imádsága végén halt bele a kínzásba. A lány történetéhez több népszokás is kapcsolódik, melyek közül a Lúcia széke a legismertebb. Régen voltak olyan emberek, akik meg tudták rontani az állatokat, és erről a Lúcia székéről meg lehetett állapítani, aki ráült, hogy ki a faluban az a gonosz ember, aki az állatok betegségét, vagy akár ember betegségét is okozhatja. És röviden hát a Lúcia székét emiatt készítették, Lúcia napkor kezdték, és ezt az éjféli misén, amikor magukkal vitték, akkor ott megláthatták, hogy ki a boszorkányok faluban, mert azt tartották, hogy a boszorkányoknak szarva van, és ők csak úgy tudnak bemenni a templomba, hogyha a fejüket félre fordítják. A Lúcia székhez 9 féle fát, kökényt, borókát, jávorfát, körtét, somot, jegenyefenyőt, akácot, csert és rózsafát kellett használni. Miután készítője felismerte segítségével a boszorkát, hazaérve el kellett égetnie a széket. De ehhez a naphoz kapcsolódik a lucanapi búzaültetés és a hajadon lányok jóslási rituáléja is.